Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit, Mozaik című műsorunkat látják. Egy nagyon egyedi programot indított a tavalyi tanévben a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Erről beszélgetünk Sipos Ferenc igazgatóúrral, akit sok szeretettel köszöntök. Igazgató úr, hogy is zajlott ez a művészeti oktatás az idei tanévben, amelyet most zártunk le az iskolában? Hogy kell ezt elképzelni? Ugye, ahogy az iskola nevében is bent van, ugye mi általános iskola és művészeti iskola vagyunk. A művészeti iskolában néptánc és népzene tanszakon folyik az oktatásnevelés. Már jó néhány éve bent van a gondolkodásunkban az, hogy a művészeti nevelést hogyan lehetne az általános iskolai részben megerősíteni, és hát úgy éreztük, hogy az elmúlt időszak sikerei, munkája, eredményessége megfelelő lapot nyújtanak arra, hogy egy művészeti osztályt elindítsunk. Ennek a fókuszában ugye a táncművészet áll, és a 2016-17-es évben elindítottuk ezt a táncművészeti osztályt. A Soproni Petőfi Színházzal és a Sopron Balettel együttműködve, az iskolán kívül még ebben a munkában a Soproni Pendes Kulturális Egyesület vesz részt, tehát tulajdonképpen ez egy komplex együttműködés a négy szervezet intézmény részéről. Ugye fontos ebben a gyerek, hogy a gyerek mi az, amiben ő részt vesz. Az általános iskolai óraszámai megmaradnak ennek az osztálynak és a benne levő tanulóknak. Aki ebben az osztályban tanul, ők művészeti iskolások is mindannyian. A művészeti iskolában ugye az első évben, az úgynevezett előképző években heti 2 óra a normál óraszám. Ezt mi megemeltük egyel, tehát itt heti 3 órát kapnak a gyerekek a délutáni órában. A délelőttben pedig ugye a mindennapos testnevelés egy óráját mi eddig is néptáncra használtuk, ez megmaradt ebben az osztályban, és ezt kiegészítettük még egy órával, és megmaradt a 3 klasszikus testnevelés óra, egy néptánc óra, és az ötödik pedig egy mozgás előkészítő gimnasztika, aminek ugye a kimenetele a tánc irányába hat. És hát van a délutáni 3 óra, a népi játék óra, illetve egy kreatív gyermektánc. Így a gyerekeknek 5 táncos foglalkozásuk van egy évben, és hát megfelelő szakemberek irányításával, néptáncpedagógusok, balett táncpedagógus, illetve a testnevelés óráig azt gondolom, hogy a legnagyobb mozgásigényű gyereknek az igényeit is kielégíti. Hát igen, mennyire bírták a gyerekek egyébként, hiszen ha jól tudom, akkor elsős, tehát 6-7 éves gyerekekről beszélünk. Igen, ebben a tanévben ez volt a bevezetés éve, a következő tanév ugye lesz a második. Nekünk is voltak félelmeink természetesen, hiszen mi nem tudunk arról, hogy az országban ilyen formában működne, tehát a programot nekünk kellett kitalálni. Minden további nélkül vették a gyerek, nagyon jókedvűen és felszabadultan. Most az év végén 2 bemutatójuk is volt, egy ilyen balettos, modern kortárs táncos, illetve egy kreatív táncos, illetve egy néptáncos bemutató. Nagy öröm volt látni, hogy egyrészt mennyire felszabadultak, mennyire megszokták és kedvelik ezt a mozgásformát, és hogy mennyire koncentráltak, és mennyire szeretik magát a táncot. Mivel fog folytatódni a második évük? Tehát hogy kell elképzelni? Nagyobb terhelést kapnak, több táncos délutánjuk lesz, ahol részt kell venni, vagy pedig ez megmarad így, ahogy eddig volt? A következő tanévben mennyiségében nem nő a táncos mozgásos órák száma.
Természetesen ismeretben igen, amennyit a gyereknek az életkori sajátosságból adódóan, amennyit föl tudnak venni, a kreatív gyermektáncból is, a mozgáselőkészítő gimnasztikában is, és hát a néptáncos rész is gazdagodik. A népi játék előkészítő jellegéből egy átmenet ugye a második év majd a néptánc irányába, de hát ugye ezt nem lehet elválasztani egymástól, hiszen a népi játékokban benne vannak azok a mozdulat magvak, azok a mozdulat csírák, amik a tánchoz vezetnek, és amit még fontosnak tartok, itt nem csak a tánc van a középpontban, hanem ilyen kis nyúlványokat csinálunk az irodalom, a képzőművészet, a zene irányába, a dráma irányába. Most például a tanév végén a színháznak a szakemberével volt egy projektünk, Demcsák Ottó csinált nekik balett foglalkozást a színházban, voltak a színházban a kulisszajáráson, megismerték az épületet. Ervinnel, Német Ervin dramaturga, drámapedagógussal volt egy projektjük, a Furiás Palkon mesét dolgozták föl a mi kollégáinkkal együtt. Tulajdonképpen egy komplex megközelítése a művészeteknek. Új elsősök szeptembertől ugyancsak művészeti szinten lesznek, várható? Igen. Nagy sikere volt az első év után a második beiskolázásnak is. Hát korábban nem látott létszámban jelentkeztek hozzánk a Petőfi iskolába a leendő elsősök, 99-ben iratkozónk volt, és két osztályban is indítjuk köszönettel a fenntartónak ezért a Soproni Tankereti Központnak. Két osztály lesz művészeti osztály, illetve még egy további negyedik osztálynak az egyik feléből még heten csatlakoznak, mert hogy a két osztályba sem tudtuk betenni a művészeti képzést igénylő gyerekeket, úgyhogy azt gondolom, hogy sikeres. A sok jelentkezés okozott egy kis szervezési problémát egyébként, de hát ennél nagyobb bajunk ne legyen, szokták mondani. Ez egy édes feladat azért ezzel foglalkozni. Ugye nem csak az iskolában, hanem a Pendelyes Egyesületben táncoló gyerekek például most éppen a hétvégén bemutatkozhattak egész nagy közönség előtt a Soproni Várkerületen. Milyen volt a Soproni Folkfest, hogy lehet értékelni? Jó sikerült, azt gondolom, nagyon jó volt az idő is, szombaton egy picit a zápor meg az eső bezavar, de hát sem a gyerekeket, sem a nézőket nagyon az sem zavarta, nagyon jól sikerült színvonalas produkciók voltak. Visszacsatolnak egy picit, ugye ez a Pendelyes meg a Petőfi iskola, igazán a kettőt nem is nagyon lehet elválasztani egymástól, hiszen az iskola, mint köznevelési intézmény a maga rendjével és szabályozottságával működik, és hát a Pendelyes megalakulása óta ez segíti oldalról a csoportok művészeti tevékenységével, illetve pályázati pénzekkel, saját forrással, olyan tevékenységek finanszírozásával, amire mondjuk az iskolában nincs lehetőség. Fesztiválra visszatérve, hát mind három napon volt néptánc része, az első ugye a megnyitó előtt és után volt egy bevonulás, illetve egy folklór bemutató. A szombati napon a Soproni Országos Szóló Néptáncversenynek a soproni díjazottjai mutatkoztak be egy 45 perces műsor keretében. Aztán a Petőfi iskola gyermekcsoportjainak volt egy blokja, és hát a Sopron Folkfest gálája zárta az aznapi részt. Ugye Felvidékről volt két vendég csoportunk, Somorjáról és Dunaszerdahelyről. Nagyon színvonalas, szép műsort láthattak a nézők, ugye a Sopron és a Pendelyes táncéjüttes volt még ebben a részben, és hát vasárnap zártuk megint csak a Soproni Országos Szóló Néptáncversenynek egy díjazottja, egy Győr Újbarátról, az ország egyik legelismertebb és legmagasabb színvonalon működő utánpótlás műhelyéről van szó. És hát innen a régióból volt három fiatal ember
a Pávában, a 2016-os felszállatta a Páva tehetségkutatón, aki nyerte ugye győri fiatal gyermek, ugye az Albert Csaba, a döntős társa a Molnár Bence, Szombathelyről a Dozmatról, és hát a soproni Bognár Adrián, aki a középdöntőig jutott, ők csináltak egy 15 perces blokkot. Azt hiszem, hogy büszkék lehetnek a teljesítményükre, meg hát mi is felkészültek és büszkék vagyunk rá. És hát a Sopron meg a Pendelyes után pedig a testvériség zárta a tegnapi programot, és azt gondolom, hogy a néptánc és a többféle zenei kínálat nagyon jó programot nyújtott a soproniaknak, hiszen a fúvószenétől, a jazzig, a világzenétől, a talán meghatározhatatlan, számomra meghatározhatatlan műfajú, mondjuk a köztársaság bandája, vagy a Zsipó cirkusz, nagyon, nagyon jó műsor volt, és hát amit még kiemelnék, a Liechtensteini cirkusz, akik itt voltak, a Tarka-Barka kompánia, hihetetlen érzelemdús és gazdag előadásokat mutattak be a Bástya-Gödörnél. Igazgató úr, nagyon komoly munka folyik mind az iskolában, mind a Pendelyesben, és hát meg is hozza a gyümölcsét, ez lássuk csak akár Adrián esetében is, ugye ő is eljutott egy nagyon komoly szintre, és most az Egyesület egy komoly elismerésben részesült, ha igaz, akkor a múlt hét pénteket. Kicsit dicsekedjünk ezzel. Igen, köszönet érte a korábbi elismeréseknek is, a odaítélőknek és a felterjesztőknek, mert hogy persze az ember nem azért csinálja, hogy ezek legyenek, de fontos visszajelzések és jó érzés, amikor megoszthatom mondjuk a gyerekeknek, meg elmondhatom, és ők tapsviharban törnek ki. Ugye pénteken adták át a Bonis Bona díjakat, szóval minden esztendőben egy életműdíjat adnak ki, itt a tehetségfejlesztés van a középpontban, a tehetségfejlesztésben tevékenykedő szervezetek pedagógusoknak. Aztán 20-20-20 pedagógus kapja ezt országosan a tehetségsegítés, tehetségfejlesztésért, illetve három szervezet kapja meg egy évben ezt, és hát mi voltunk, a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület volt az egyik, és hát nagy örömmel konstatáltuk a hírt is. Én ugye sajnos nem tudtam ott lenni a ünnepségen, így azonban az Egyesület vezetőségének két tagja átvette a díjat, és hát nagy örömmel tértek haza. Ugye maga a díj is azt mondja, hogy a jótól jót. Hát bízom benne, hogy a múltban és majd a jövőben is megfelelünk ennek a küldetésnek, és én magam a lassabb építkezés híve vagyok, hogy biztos alapokról mindig egy-egy lépcsővel tovább tudjunk lépni. Hát bízom, hogy az Egyesület is, az iskola is, és mi magunk, a pedagógusok is, nevőtestület, és hát a gyerekek is egyre többet tudnak a világról, és egyre nyitottabbak, és egyre jobban eligazodnak benne. Remélhetőleg jövőre is hasonló szép eredményekről és hasonló jó hírekről számolhatunk majd be itt a Sopron Televízióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meg hívásunkat. És köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt a Mozaik. Tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!